amikor felkértetek, hogy vegyek részt a zsűrizésben, akkor azt gondoltam, hogy milyen jó, hiszen pontosan átérzem ezt az élethelyzetet, és milyen jó az, hogy másoknak is segíthetek ezzel, vagy legalább egy kicsit a központ jobban a figyelembe kerül, többen fognak róla hallani. És amikor megkaptam a jelöltek listáját, akkor azt pár napig azért hurcoltam magammal, és gyorsan átértékeltem a saját életemet. És ugye van ez a központ, ami különösen abban a helyzetben, amikor az ember belekerül ebbe az élethelyzetbe, nagyon sokat ad. És aztán nem tudom, hogy ki mire használja, vagy ki mennyit profitál abból, hogy létezik ez a központ, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindenkinek nagyon hasznos lehet, úgyhogy halljanak róla minél többen. De ma, amikor ide érkeztem és elkezdték a történeteket felolvasni, akkor azt gondoltam magam, hogy végtelenül állás vagyok, hogy megismertem ezeket az embereket, ezeket a történeteket, de én azt sajnálom, hogy a hősök között és a celebek között és a médiában bemutatott emberek között nem ők szerepelnek, akik valamit letettek az asztalra, nem nagyon sokan olyanok, akik semmit. Mondok, meg én is megkönnyeztem férfi ember létemben a mai napot. És ez jó.